Ebben az időszakban a legtöbben a határban dolgoznak. Az egyik bajnoki gazda hazafelé tartott, mikor találkoztunk vele. Szerinte azzal, hogy a külföldiek különösebb feltételek nélkül megvásárolhatják a szerbiai termőföldeket, tönkretehetik a kistermelőket. Nincs rendben, mert nekünk is azt az esélyt megadhatnának, hogy vásároljunk földeket, mert nagyon nehezen jutunk a földekhez. Egy másik gazda szerint bizonyos feltételekhez kell kötni azt, ha egy külföldi az ország termőföldjét szeretné megvásárolni. Tehát ott, ahol mi születtünk, azokat a földeket is el fogják vinni. Mert nagyon sok ilyen állami föld van, és az állami föld az honnan származik? Hát is valakit elvették. És azok nem lesznek visszaadva, inkább eladjuk, elkulcsabeszéljük úgymond másoknak. És nem hazaiaknak, hanem külföldieknek. A Vajdasági Magyar Szövetség frakciója teljes mértékben elutasítja a törvényt. Egy módosító indítvánnyal már értek el szigorításokat, de azon még tovább szigorítanának. Még a törvénytervezet nem érkezett meg a képviselőházban, nincsenek pontos adataink arról, illetve magán a mezőgazdasági bizottságon sem tárgyaltunk a pontos adatokról, hogy milyen szigorítások kerülnek majd a törvénybe. Az biztos, hogy szigorítások lesznek. Szerbia az Európai Unióval 2008-ban aláírta a stabilizációs és társulási megállapodást, amely 2017. szeptember 1-én lép életbe. Ennek értelmében bármelyik uniós érdeklődő gond nélkül vásárolhat termőföldet az országban.